Arany tímea, az X-faktor elődöntőjének kiesője, a Blick kamerájának elárulta, hogy érzi magát, miután neki véget ért a kaland. Mint arról már korábban is beszámoltunk az X-faktor műsorában a szombat esti adásban kialakult a döntős hármas, a Stolen Beat, a USNK és Tamáska Gabriella jutottak tovább. Arany Tímea jogosnak tartotta, hogy nem kapott széket, maga is úgy gondolja nem tudott énekelni. Az X-faktor tegnapi kiesője, Arany Tímea a Blicknek árulta el, hogy torokgyulladás miatt nem tudott eleget gyakorolni a produkciójára. Egész héten nem énekeltem egy hangot sem. Úgyhogy reggel szteroid injekciót kaptam és úgy voltam itt ma. És így nem tudtuk, hogy mi lesz este, hogy mennyit fogok tudni egyáltalán énekelni. Gáspár Laci elárulta, hogy nagyon szomorú tíme amiatt, de annak örül, hogy Gabi tovább jutott. Most csak rá fog koncentrálni és, hogy a lehető legjobb formáját nyújtsa majd a döntőbe. Az USNK az adás után még csak próbálták felfogni, hogy sikerült nekik és tovább jutottak. Elmondásuk szerint nagyon hálásak a nézőknek, hogy így támogatják őket, mert sosem gondolták volna, hogy idáig eljutnak majd. Tamáska Gabi a kezében, Berkes Olivértől kapott szerencse sünivel érkezett kameránk elé. Az X-faktor versenyzője elárult egy igen pikáns részletet, van egy táncos fiú, aki nagyon tetszik neki.